Ez a Pápavárosi Televízió híradója a hétvége és a mai nap legfontosabb eseményeivel. Köszöntöm nézőinket! Múlt héten zajlottak az intézményi egyeztetések az ezévi városi költségvetés előkészítéséről, a tervezetet pedig ma postázták a pénzügyi bizottság tagjainak. A korábbi évekhez képest egy jogszabálymódosítás következtében előbb kell elfogadott költségvetéssel rendelkeznie a városnak, mondta el híradónknak dr. Áldozó Tamás polgármester. A pápai képviselőtestület február 5-én dönt majd a város 2014-es költségvetéséről. Hosszú előkészítő munka előzte meg a költségvetési tervezet összeállítását. Múlt héten is zajlott egyeztetés ezügyben a Városházán. Az egyes intézményekkel számszerűen lépésről lépésre, tételről tételre átvizsgáljuk az általuk megfogalmazott költségvetési igényeket, a működési kiadási tervezeteiket is, és a karbantartás, beruházás, felhalmozási célú kiadásaikat is. És ezek közül az egyik legnagyobb tétel, mivel ma már költségvetési főszegét tekintve az a legnagyobb intézményünk, a Városgondnokság költségvetése, hisz a Városgondnokság költségvetésén belül kell dönteni számos olyan kiadásról, ami az életminőséget lényegesen befolyásolhatja valamennyi pápai számára. 2014-ben közel 9 milliárd forint lesz a város költségvetési főösszege. Ennyi pénzből fog gazdálkodni az önkormányzat, árulta el a polgármester. A számunkra legörömtelibb az az, hogy nem kell komoly adósságszolgálattal számolnunk. Hozzávetőleg 25 millió forintnyi lesz az összes adósságszolgálatunk, ami azt a hiteltörlesztést jelenti, amit még a hitelkonszolidáció hatályba lépése előtt teljesítenünk kell, tehát ez ilyen januári fordulónappal történő kifizetés. Egyébként más hiteltörlesztéssel számolnunk nem kell. Rögtön jelzem is, hogy a költségvetés természetesen hitelfelvétellel sem számol, hisz azzal, hogy a hiteleinket az állam átvállalta, lényegesen nagyobb mozgásteret biztosított nekünk 2014-re. Pozitív az is, hogy a pápai gazdaság a vártnál jobban teljesített 2013-ban, így jól teljesültek az önkormányzat adóbevételei, és a kormány is lényegesen nagyobb mozgásteret biztosít az idei évre. Ezeknek köszönhetően bátrabban, nagyobb léptékben tervezhettek 2014-re, mondta dr. Áldozó Tamás. A költségvetés tervezete tartalmaz például egy 400 millió forintos, többek között foglalkoztatás bővítésű célú alapot a gazdasági stratégia végrehajtására. De a városi büdzsében elkülönítettek forrásokat járdaépítésekre, csatornafelújításokra, csapadékvízelvezető csatornaépítésekre, játszótérfelújításokra és bővítésekre, intézményi beruházásokra is, mondta el a város polgármestere. Fejlesztésekre és a gazdasági stratégia végrehajtására 3,2 milliárd forintot tervez az önkormányzat. Ez a 8,9 milliárdos költségvetésnek mintegy 40%-a. Ilyenre nagyon régen nem volt példa a város történetében, fogalmazott a polgármester. Gögöz Zoltán indul egyéni jelöltként a demokratikus ellenzéki összefogás színeiben az országgyűlési képviselői választáson, a Veszprém megyei 4. számú egyéni választókerületben. Ezt pénteken jelentették be Pápán. Az említett választókerületben 87 település tartozik, köztük Pápa és környéke, Zirc, valamint Devecser és környéke. Az MSZP, az Együtt 2014, a Párbeszéd Magyarországért, a Demokratikus Koalíció és a Magyar Liberális Párt összefogás néven közösen indul az április 6-ai országgyűlési választáson. A Veszprém megyei 4. számú egyéni választókerületben a szocialista Gőgös Zoltán száll harcba az 5 szervezet közös jelöltjeként az egyéni képviselői mandátumért. Én egy tisztességes, korrekt választási kampányra készülök. Nyilván folyamatos ez az ügy, tehát nem most kezdtük el, hiszen a választókkal mindig találkozni kell, és hát én abba bízok, hogy sikerül ebbe. Ugyan a összefogás szempontjából nem túlságosan pozitívra sorolt választókörzetben is áttörést elérni és megfordítani a lassan 20 éve tartó trendet, több mint 20 éve tartó trendet. Vagyis azt, hogy fideszes jelölt lesz az egyéni országgyűlési képviselő a választókerületben. Gőgös Zoltán hozzátette, régi új képviselőjelölteket összevetve az összefogás színeiben kevesebben vannak azok, akik már 1990-ben is parlamenti mandátumot szereztek.
Más témát érintve Gőgő Zoltán az egyik legfontosabb helyi ügyként jellemezte a Pápai Hús 1913 Kft. És hitelezői közt a közelmúltban létrejött a fennálló követelések kiegyenlítéséről szóló megállapodást. A csődeljárás alatt lévő húsipari vállalkozás állami beavatkozással történő megmentése kapcsán a szocialista országgyűlési képviselő ugyanakkor nemzetgazdasági szintű változtatásokat sürget. Ha ugyanis a makrogazdasági tényezők változatlanok maradnak, a gyár nem tud működni a jelenlegi piaci viszonyok közt, tartja Gőgő Zoltán. Kell olyan gazdaságpolitikai fordulat az országba, ami a vállalkozásokat levegőhöz juttatja. Kell forrás átcsoportosítás, én szerintem ez egy módon lehetséges, mert én nagyon sokszor vitatkoztam különböző adópolitikáról és adófilozófiáról a miniszterelnök úrral a parlamentben. Hozzáteszem, egy dologban korrekt volt, hogy azt mondta, hogy mindenáron meg fogják menteni a pápai munkahelyeket, ez bekövetkezett, tehát ezt az ígéretét tartotta eddig. Én azt hiszem, hogy azért azt is komolyan kellene vegye, amit én mondtam, hogy mindenképpen változtatni kell a gazdaságpolitikán. Ha nem tud változtatni a jelenlegi kormány, akkor ezt a Mesterházi kormánynak kell megcsinálnia. Gőgös Zoltán a vállalkozások terheinek könnyítése érdekében szükségesnek tartja az áfa csökkentést, illetve felhívta a figyelmet arra, hogy míg a rezsicsökkentés a lakosság számára könnyebbséget jelent, addig a vállalkozások számára plusz teher. A Gazdaságfejlesztési Konzultációs Testület munkájában részt vesz az MSZP is. A szocialisták helyi gazdaság élénkítési stratégiai elképzeléseinek 4 alappillére van. A helyi munkaerőpiac pontos felmérése, az önkormányzat közvetítő szerepe a bankok és a vállalkozások közt a könnyebb hitelfelvétel érdekében. Az iparűzési adó meghatározott százalékú csökkentése munkahelyteremtés ellenében, valamint a helyi infrastruktúra fejlesztés, útépítések hosszú távú, több önkormányzati cikluson is átívelő programjának megfogalmazása, és a fejlődő infrastruktúrára épülő ipari park. Ezt a 4 javaslatot fogalmazták meg a szocialisták, ezeket képviselte Gröber Attila a Gazdaságfejlesztési Konzultációs Testület január 23-ai első ülésén. Ezt a 4 dolgot tartjuk fontosnak, és ezt a 4 dolgot fogjuk képviselni a későbbiekben is. Természetesen emellett fontos kérdés az oktatás kérdése, emellett fontos kérdés a munkabérek növelésének kérdése, emellett fontos kérdés a keresleti oldal növelése. A több témában megtartott MSZP-s sajtótájékoztatón Gröber Attila politikai hisztinek nevezte a jégpályával kapcsolatos eddigi véleménynyilvánításokat. Az MSZP pápai csoportjának elnöke, amint elmondta, pontos információk hiányában távol tartotta magát az ügytől. Én azt gondoltam, hogy ez úgy korrekt, hogyha az embernek vannak információi, hozzá eljutnak információk, akkor ezeket kérdezze meg, és a ismeretek birtokával alakítsa ki az álláspontját. Ezért én írásbeli interpellációval fordultam a polgármester úrhoz. A kérdések közt volt az, hogy a jégpálya hűtőberendezése miért a főtérre került. Főtér 7-es szám alá tervezték, hogy eredetileg ezt a hűtőberendezést, és oda vezetékek épültek onnan a mai jégpályához. Kétfajta vezetékről kell beszélnünk, hogy pontosak legyünk. Az egyik egy hűtővezeték, a másik pedig elektromos kábel. Úgy tűnik, hogy a hűtővezetékkel nincsenek problémák. Itt is van néhány talán nem teljesen harmonikus információ, azonban az elektromos kábel kapcsán komoly problémák merültek fel. Nevezetesen azt kezdtem a polgármester úrtól, hogy igaz-e, hogy a beépítésre került elektromos kábel ennek a hűtőberendezésnek a működéséhez elegendő, már hogy elegendő áramot tud átadni, de egyébként az indításhoz nem elegendő. A polgármester úr erre a 4. pontban részesen válaszolt, a válasz abban foglalható össze, hogy eredetileg egy nagy gépet terveztek beépítésre, majd ezt a nagy gépet, ezt a jégpálya kisebb mérete miatt kisebbre tervezték, ezért kisebb kábel került beépítésre, elektromos kábel, de a kivitelező mégis egy nagyobb gépet szerelt be. Így valóban az elektromos kábel bár a működéshez elegendő, de az indításhoz nem. Vagyis emiatt kellett a főtérre ezt a hűtőberendezést
kivinni. Gröber Attila szerint és véleménye egybevág a polgármesteri válaszlevélben megfogalmazottakkal, a hűtőberendezés elhelyezésére, a jégpálya faházakkal való körbevételére, a következő téli idényre más megoldást kell keresni, mivel a tér funkciója, illetve a barokk tér látványa a jelenleg fennálló helyzetben nem érvényesül. A szocialisták képviselője hozzátette, amilyen pontos és tárgyilagos választ kapott a polgármestertől, olyan pontos és tárgyilagos tájékoztatás illetné meg a városban élőket is a jégpálya ügyében. Olasz, venezuelai, török és tájföldi fiatalok ismerkedtek a korcsolyázás örömeivel szombaton délután a főtéren. A négy fiatal az EFS a világ egyik legnagyobb és legrégibb diákcsere szervezetének köszönhetően tanul ebben a tanévben Pápán. 5 hónappal ezelőtt érkeztek, és már nagyon jól beszélnek magyarul. Az EFS többet ad, mint egy felejthetetlen tanév. Kihagyhatatlan lehetőség azok számára, akik kíváncsiak más nemzetek kultúrájára, szeretnének új embereket és új nyelvet megismerni, mindezt szerető fogadó családoknál. A motto mindezt híven tükrözi. Egy tányér, egy ágy és sok-sok szeretet, tehát ez a fogadásnak a mottoja. Családok fogadhatnak cserediákokat 10 hónap időtartamra, egy teljes tanévre, és hát ez alatt a 10 hónap alatt rengeteg sok minden történik, megismerik egymást, és egy életre szóló kötelék alakul ki a család és a gyermek között. Pápán jelenleg 4 diák van, egy szicíliai és egy venezuelai fiú, egy török és egy tájföldi lány. Nagyon jól beszélnek már magyarul, a Törben és a Refiben tanulnak. Sokszor szerveznek közös programot, ilyen volt például a szombat délutáni korcsolyázás. Itt nagyon hideg van, mert én Szicíliából jöttem, és nekem ez túl hideg. Nem tudok itt lenni hidegben, de jó, nagyon szeretem a hó, mert nincs Szicíliában. Korcsolyáztál már? Igen, csak egyszer. Voltam Fehérváron, egy korcsolyáztam, de nem tudok. Nagyon rossz voltam. De... Hát, ha most jobb lesz. Remélem. Korcsolyáztál-e már? Csak egyszer, Pápán, és jó volt. Igen. Nem profi vagyok, de úgy is szerintem. Bár eleinte a cserediákok nem voltak olyan magabiztosak, mint a gyakorlott pápai korcsolyázók, óvatosan kipróbálták a jeget, és mint mondták, nagyon jól érezték magukat. Részekre szakítható-e Krisztus? Ez volt az alapigéje, alapkérdése az idei egyetemes imahétnek, melynek liturgiáját ezúttal a kanadai keresztények állították össze. A pápaiak január 20-a és 25-e között imádkoztak a részekre szakadt egyház egységéért. A katolikus, a baptista, a református és az evangélikus gyülekezet tagjai vettek részt az egyetemes imahét pápai alkalmain, melyen plébánosok és lelkipásztorok szolgáltak, Salgó Ferenc, Polgárdi Sándor, Márkus Mihály, Mail József, Szijjártó László és Pont Zoltán hirdettek igét. Az utolsó alkalom az evangélikus templomban volt szombaton. A pápai felekezetek közt példaértékű az együttműködés, mondta Polgárdi Sándor esperes, hisz nagyon sok közös programot szerveznek. A több aspektusból is lehet példákat hozni, ha csak arra gondolunk, hogy a Biblia éve kapcsán 2008-ban milyen közös összefogás volt, vagy már évről évre szinte hagyománnyá válik, úgy ahogy az idei esztendőben is az ökumenikus nap, vagy éppen gondolhatunk arra, hogy a lelkipásztorok havonta egy alkalommal összejönnek pár órára beszélgetni közös ügyeinkről, de nem utolsó sorban a médiát emlegetjük, ahol van alkalmunk és lehetőségünk akár egy-egy gondolat, teológiai gondolat kifejtésére és közös elmélkedés áhítatra. Az imahét hagyományai közé tartozik, hogy a persai adományokat minden évben más-más gyülekezet kapja. Idén a Pápai Evangélikus Egyház Község diakóniai alapja rászoruló kisgyermekeknek vásárolnak majd ebből ajándékot. Második alkalommal várt a jótékonysági gálaműsor az állatszerető, művészetkedvelő közönséget a Szanogenezis Alapítvány második esély állatmentő csoportja szervezésében. A Jókai Mór Művelődési és Szabadidőközpont színház termében tartott kulturális esten a helyi művészeti élet ismert előadói egyesületei csoportjai léptek színpadra.
A gálaműsor teljes bevételét az állatmentő csoport javára ajánlották fel. Minden tájék, ott a bennem, is álljunk sorsot. Pillér Károly és a Sanakusztik, Ekanem Bálint és a Speak Up, Király Mónika, Lengyel Andrea Zászlós, a Black Bunny Rock and Roll Club, a Balance Hip Hop Stúdió, a Sanogenesis Alapítvány táncosai, Orgona László és tanítványai, az Iris Orientális Tánc csoport. Csak néhány a második esély jótékonysági gála műsor fellépői közül. Az ismert művészeti csoportok, előadók és művészek örömmel álltak egy jó ügy mellé. Ezúttal a gazdátlan állatok megsegítésére fogtak össze Pillér Károly az est főszervezője vezetésével. Mi szívesen fellépünk jótékonysági műsorokon, gálákon. Ez is egy ilyen lesz. Nagyon szeretem az állatokat, sajnos most nincsen házi kedvencem. Nem tudom megengedni ugye a koliból magamnak Pesten, de a többieknek, szinte mindenkinek van, úgyhogy nagyon szeretjük az állatokat, főleg a kutyákat. A második esély állatmentő csoport célja, hogy védenceik, az utcáról befogott kutyák és cicák tisztességes körülmények közé kerüljenek, meggyógyuljanak, ivartalanítva, csippelve találják meg új otthonukat. Ehhez azonban nem kevés anyagi forrásra van szükség. Murai Lajosné elmondta, sok esetben beteg, sérült állatokon segítenek. Jelenleg 14 kutya és 17 macska várja új gazdáját az állatmentő csoport menhelyén. Rengeteg gyógyításra váró állatunk van. Most például mentettünk egy kis kutyát Lovászpatonáról, Győrbe műtötték, tegnap kaptuk meg, 48 000 forint volt csak a műtét, plusz az elvitel, fémet építettek a combjába be, úgyhogy 3 hónap múlva kell kivenni, kontrollokra hordani, szóval nagyon kemény. A második esély állatmentő csoport vezetője hozzátette azt is, bár több támogatójuk is akad, a források mégis nagyon szűkösek. A befogadott állatok ellátása, gyógykezelése, esetleges felhízlalása rengeteg költséggel jár, ezért minden segítségre és adományra számítanak. A csoport éppen ezért továbbra is várja a felajánlásokat és a befogadó szerető gazdikat. Ezek voltak a hétvége és a mai nap legfontosabb hírei, a folytatásban pedig a holnapi időjárásról hallhatnak. Kedden többnyire erősen felhős időnk lesz, elszórtan fordulhat elő hószálingózás, gyenge havazás. Hajnalban marad az erős fagy, mínusz 5 és mínusz 12 fok közötti értékekkel, délutánra pedig 0 és mínusz 5 fok közé melegszik a levegő. Gyenge, mérsékelt marad a légmozgás. Kedves nézőink, ez volt a Pápavárosi Televízió híradója hétfőn. Én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!